Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Átlót vagyok, és egy újabb videóval jelentkeztem nektek. Tudom, hogy ez még nem a bemutató videó, de beszélünk majd arról is. Elsősorban is gratulálok megint a Gameforce-nak, hogy sikerült egy lehetetlen klienst létrehozni, ugyanis frissítették nemrég a bejelentkező klienst, és most úgy van, hogy végre jelentkez egy accountba, onnan nyitod a játékot, és úgy tudsz belépni a játékba konkrétan. Tehát ezzel amúgy két problémával van, csak úgy elsősorban tudjuk le. Az első és legfontosabb az, hogy nekem az első pillanatban nem akart menni, felupdate-et és az Istennek nem akart bejelentkezni. Úgyhogy a vége az lett, hogy háromszor újrainstalálásnál, meg egy kicsi böngészésnél eljutottam rá, hogy végre be tudok jelentkezni. Viszont most nem tudom, hogy hogy lehet egyszerre több karakterrel lenni a játékban, ugyanis ha rámegy valamelyik szerverre, ő automatikusan csatlakozik valamelyik CH-ra, szóval nem kell beírni én semmit. Ezt egyrészt értem, de másrészt hogy fogok én egyszerre több klienst megnyitni? Mert ahhoz, hogy én ki tudja... ki kell, tehát nem találtam ki, de szerintem ki kell jelentkezni, és még kell jelentkezni a másikba, hogy tudjak úgymond váltani, mert itt van egy olyan, hogy adjak hozzá azonosítót, de nem igazán értem, hogy az hogy működik. Szóval nem egy biztató dolog ez az új kliens, nekem speciál nem tetszik. És itt is kanyarodnék rá egy másik témára, mert ma ez olyan infós videó lesz. Volt egy komment, ahol írta az egyik illető, hogy mégis mi értelme van a Metinnek, és elég jó érveket dobott fel avval kapcsolatban, hogy mi értelme van az egész játéknak itt 2019-ben. És gondoltam, hogy arra egy kicsit úgymond válaszolok, reflektálok, hogy végül is hát szerintem mi értelme van. Hát az igazság, hogy ezt már sokszor mondtam, hogy a Metin 2 a maga módján, ez egy nagyon szórakoztató játék, amúgy írtam neki egy válasz kommentet röviden, most már nem tudom pontosan mit írtam benne, de ha úgy van, akkor utána olvasok. De lényeg az, hogy írta azt, hogy a játékok nincs olyan vonzata, hogy igazi pénzt fektessen bele az ember, tehát hogy költsen rá. Nos, az elmúlt évek tapasztalatával rendelkezve én ezzel egyet is értek. Tehát azt kell mondjam, hogy a Metin 2-re költeni manapság nem éri meg. Csupán azért, mert nem tud annyira lekötni. Legalábbis lehet, hogy a fiatalabb korosztályt még le tudja kötni, de engem speciál annyira nem tud lekötni, hogy megérje fizetni bármiért is, illetve olyan előnyöket sem ad, amiért megérje fenntarthatóvá tenni azt, hogy fizess érte. Csupán mondom azt, hogy oké, és hogy fizetsz, de attól függetlenül a fizetés úgy működik, hogyha veszek egy XP gyűrűt, vagy valamilyen tárgyat, minden időkorlátos. Tehát az arra sarkal, hogy még többet játszodjak, hogy még többet kihozzak bele, mert ha veszek most egy 15 napos gyűrűt, és abból csak használok egy napot, akkor 14 nap kárba vész, ami nem jó. Tehát rávesz a játék arra, hogy játszodjál vele, ha tetszik, ha nem. Ez az egyik. A másik az, hogy személy szerint túl lassú ez a játék. Ez onnan könnyen követhető nyomon, hogy a mai játékok nagy részét, ha megnézitek, igen könnyű fejlődni, igen könnyű mindent csinálni, tehát ez még mindig az olyan old school-osabb verzió, ahol tényleg meg kell küzdj a dolgaidért, főleg, hogyha nem premium pontokkal operálsz. És ez lehet, hogy már a mai generációnak már nem is olyan nyerő, ugye? Mert itt konkrétan egy jó karakter felépítése akár évekbe is telhet, főleg, hogyha nulláról kezded a Metin 2-t, és emiatt, hát igen, nem mindenki vonzódik hozzá annyira. Nekem is speciál, hogy mit jelent a Metin 2, vagy hogy mi értelme van. Hát egyrészt nosztalgia faktor, mert ilyen el tudom ütni vele az időt, és másrészt azért, mert pont a videóimhoz is jól jön, hogy közben el tudok lenni valamivel, miközben mondok, és így nem kell az arcomat nézzétek, hanem nézzétek a játékot. Úgyhogy ha engem kérdeztek, akkor inkább nekem ilyen kikapcsolódós nosztalgia faktor, és én ezt már mondtam is, hogy nem is fogok jobban belemerülni ebbe a témába, a Metin 2-val kapcsolatba. Itt eljátszogatok vele, elszórakozgatok, majd kéne csináljak egy DT-runt is, de annál jobban semmiképp se szeretnék belemerülni. Egyszerűen azért, mert sajnálom rá az időt, mert nincs akkora, hogy mondjam, jutalmazása, tehát hogy reward, magyarul jutalmazása, hogy nekem ezt megéri annyira játszani. Tehát
Oké, hogy ez olyan egy-két dolog, de úgy érzem, hogy a belefektetett idő és a kivett szórakozás nem áll egyenesen ugyanúgy, mint egyesi más játékoknál vagy valami. És én is inkább kezdtem most már a hobbimmal foglalkozni. És pont ezért mondom, hogy ez nekem ez így meg is marad ilyen szinten. Most már nem is beszélünk arról, hogy a privát szerverekre hogy reáltak, és most avval is szívassák a népet. Tehát az a minimális szórakozási lehetőség is, főleg ilyen videózás szempontjából meg vagy gyírkolva a játékban. És hogy nekem kompetitíven tudjak játszani rajta és videót is csinálni, az nem fér bele, úgyhogy nekem ilyen nosztalgia és ilyen kipótló faktorként maradt az egész játék. Úgyhogy igen, ez most már ilyen. Visszatérve, ugye mondtam, hogy van, még nem jöttem a bemutatkozó és a bemutató videóval, az azért van, mert egy kicsi problémába ütköztem ott is. Ugye felvettem rengeteg hanganyagot, előkészítettem egy úgymond egy timeline-t neki Sony Vegasba, és gondoltam, hogy akkor lerendelem az első részt, de valamilyen októl fogva hiba üzenetbe ütközök, amikor akarom rendelni. Tehát ez egy bizonyos pontig lerendeli a videót, és onnantól ilyen 5-10%-ig, és onnantól megakad, és hiba üzenet. És nem tudom, hogy mi lehet a gond. Frissítettem drivert, vettem le drivert régebbire, vettem le újabb Sony Vegas-t, régebbi Sony Vegas-t, ugyanaz a helyzet. Valamiért nem szereti, szerintem túl elapróztam a timelapse-et, ugye, mert mindenhova képek vannak, videók vannak beszúrva, ilyen MP4, mit tudom én mi, fájlok össze-vissza kavarodva. Úgyhogy most az az elképzelésem, hogy most két elképzelésem van, az egyik az, hogy teljesen átgondolom az egészet, és másik formában fogom megcsinálni, meglássuk, mi marad, mi megy, vagy egy szűkítettebb verziót, vagy egy teljesen más elképzelést, vagy van egy olyan nevezetű alkalmazás, hogy Handbrake, amivel a videókat úgymond le tudom, hát végül is csak átkonvertálnám az egészet egy ugyanazon típusú fájlokba, hogy hát, hogyha az MP4-jel önmagában, mert ugye abban sose volt gondom, önmagában elboldogulna, bár nem tudom, hogy mi lehet a gondja, tehát vagy lehet, hogy nem elég a memória a gépben, nem elég a 8 giga neki, vagy nem tudom. Először gyanakodtam a tárhelyre, tehát mondom, passzus, 200 giga szabad helyen csak elfér egy másfél órás videó, egy óra 20 valami perces videó, tehát hogy így, na értitek, és egy kicsit sajnálom, mert azért munka van most ebben tényleg aprólékosan megvágva minden kiemelve, tehát úgy tűnik, hogy ez valamiért nem tetszik neki. Még a héten megpróbálom, ugye mondtam, hogy több részből szeretném, mert nagyon sok mondani való van, és még azelőtt el szeretném ezeket mondani, mielőtt az emlékek megfakulnának, a jegyzeteimet elhányogtatnám, vagy valami. Úgyhogy valami elszállt megoldást kell találjak. Az igazság, hogy rákerestem a neten az errorra, amit ír, de nagyon nem találtam semmi olyan használhatót. Tehát ilyen apró izék voltak, hogy a futtasd rendszerkazdamódba, a kompatibilitás engem, hát ezek mind kipróbáltam, volt az első is nem használ újabbat, de az sem működik, szóval. Driver hiba biztos nem az, mert több fél éve próbáltam videokártyának, alaplapnak, mindennel. Windows hiba nem hiszem, hogy lenne, mert eddig problémám nem volt vele, valami egyedi esetre állok szembe. Szerintem lehet, hogy a Sony Vegasnak nem tetszik az, hogy ennyire el van, mit tudom, van vagy 5 time lapse, tehát 5 ilyen sor, és akkor ott minden össze-vissza katyva, tehát értitek, nem tudom, valami nem tetszik neki. Na mindegy. Lényegtelen, a lényeg az, hogy valahogy megoldjuk. Valamelyik fájl nem tetszik szerintem neki, vagy valamelyik fájlok, azt kell kitaláljam, hogy melyik és mi. Úgyhogy igen, most egy kicsit ez szar ügy. Na, de térjünk át egy másik témára, és ugyanis vannak jó hírek. Mondhatni, hát nem munkahely, de pozíciót váltottam amúgy, és ugye ez mivel jár? Ugye ma volt az első napom, és szeretnék ebből egy kicsit minimális beszámolót nektek adni. Ugyanis sok minden változott most már ezzel kapcsolatban, ugye eddig más munkát végeztem, csak ugyanúgy tervezés, de termeléssel is foglalkoztam, ami megkövetelte azt, hogy mindig 100%-on pörögjek, mindig leérjem az aznapi energiámat már munka közben, és nagyon kifullasztó tudott lenni. Ezzel szemben most átkerültem egy másik helyre, ideiglenesen egyelőre, úgymond tesztfázisban, hogy lássuk, hogy állom meg a helyem. Ami annyiból áll, hogy csak egyéni terveken dolgozok, és mit tudom, napra én csak egy projekten dolgozok, nagyobb projekteken, de csak egyen, és megvan a napi target, hogy miből mennyit kell megcsinálni.
Na most ez, azt mondták nekem, hogy ez egy nagyon stresszes munka, meg nagyon bla bla bla, és én a mai nap konstatáltam, hogy ezeknek fogalmuk sincs, hogy mi az a stressz, mert nekem az rohadtul nem stressz, hogy egy valamire megvan adva, hogy ma ez meg kell legyen, azt kész, és ezt én úgy gyakorlat szerint megrajzolom és megoldom, vagy egyszer a 20-30 projektet kell fájba tartsál, futkossál mindenkihez, neked ez a bajod, neked azt kell megoldani, neked itt kell, neked ott kell még a sajátomat csinálni, még ezt azt ellenőrizni, még terveket kiadni, tehát hogy az, ahhoz képest ez sokkal nyugisabb legalábbis szerintem. És az igazság, hogy itt ért egy kicsit negatívum, mert azt kellett magamnak felfedezzem, hogy ez az én képességeimnek nem igazán passzol. De elfogadtam, és úgy vagyok vele, hogy ennél maradok inkább, mert egyrészt sokkal több szabadidő jut magamra így, mert ugye így annyira nincsenek délutáni túlórák, és nincsen annyi szombat. Ugyanazért a gázsi, persze így, úgymond ugyanazért, mint hogyha a túlóra az még természetesen, tehát kevesebb túlóra, de ugyanaz a pénz, szóval jobban megéri. Kicsit flexibilisebbek is lehetek, mert ugye hogyha általán valamit kell csinálnom, én tudom, hogy aznap mi a dolgom fixen, tehát nem vagyok ilyen kaotikus, hogy ki vagyok téve annak, hogy nem fogom tudni előre, hogy milyen problémákkal fogok találkozni aznap, és mennyire lesz stresszes. Nem tudom, hogy körülbelül hónap, na ennyire leszek stresszes, ennyire lesz energiám, ezt tudom csinálni. Tehát minden más szempontból ez jó. Úgyhogy remélhetőleg a közeljövőben akkor fogok tudni több videót meg ezt gyártani. Ugye a hétvégén nem volt videó csupán azért, mert ugye szombaton el voltam 100 km egyet kirándultam konkrétan. Csináltunk egy ilyen drónos eseményt, amin felraktunk egy versenypályát, és azt baromira éreztem. Már is törtem ott volna, meg kellett még javítanom este, és másnap még kimentem repülőmodellezést tanulni, egy kicsit vezetni, meg ez az. Meg egy kicsit drónt is tanítottam, hogy hogy kell a másik felmagyaráztam, mit hogy kell csinálni. Úgyhogy nekem speciál nagyon jó élmény volt. Igaz, hogy nem nagyon videóztam, nem is csináltam videót belőle, de nekem speciál ez egy kikapcsolódás volt, amire még szükségem volt. Na ugye elég gyomoridegen volt a hétvégén, hogy milyen lesz a mai nap. Úgyhogy igen, erről feléről is el tudom mondani, hogy alakulnak itt most már a dolgok. Úgyhogy következik lassacskán az, hogy jön a tél, úgyhogy több időnk lesz itthon, többet tudok live-ozni, mert kevesebbet fogok elmenni. Amúgy azt megjegyezném, hogy tudom, hogy most egy kicsit rajzultam a drónos tartalomra, és több videó van belőle, de azt is megjegyezném, hogy hát valaki felhördülne, hogy miért nincs más videóból több, hogy azt csak tavasszal, ősszel és nyáron tudom csinálni, télen nem igazán, mert ugye hó, víz, elektronika nem kompatibilis, még akkor se, ha le van védve, mert az se hülye biztos, úgyhogy azt nem fogom tudni csinálni, úgyhogy télen több lesz az ilyen fajta videó, mint a Metin 2, CFGO, meg ilyesmi. Úgyhogy most már készülök fel lassacskán, arra próbálom így rendszerezni a dolgokat. Ugye ez az ajánlat is most jött, tehát ilyen hirtelen, váratlanul jött mondhatni, mert ugye az volt, hogy az egyik kolléga el kellett menjen ugye Amerikába, mert csinált egy projektet, és akkor azt kell koordinálja. Hát ha itt maradok, akkor nekem is lesz ilyen, hogy utazok, szóval elméletileg úgy mondták, hogy lesz róla szó. Úgyhogy, és kellett egy helyettesítő neki, aki viszi tovább a másik projektet, és akkor úgy kerültem én oda. Ugye elfogadtam, kíváncsi leszek, hogy milyen lesz hosszú távon, hogy fogom én azt bírni. Ugye sok minden hiányzik a régi helyről, tehát ott egyedül voltam jóformán az irodában, a kollégám, akivel ültem, az nem igazán zavart egész nap, főleg, hogy ő más doménumban dolgozott, tehát más dolgai voltak, általában nem is volt az irodában. Meg az ugye, hogy egész nap pörögni, meg futkorászni jobbra-balra, mert én jobban szeretek mozogni és kitalálni és pörgetni az agyamat, mint hogy üljek egy helybe, és akkor egy monoton munkát végezzek, szóval. Na, én abban reménykedem, hogy bírni fogom, mármint azt tudod, hogy ilyen vissza tudom venni magam lazábra, tehát meglássuk. Úgyhogy én speciál reménykedem. Úgyhogy egyelőre nagyjából úgy ennyi történt velem az elmúlt napokban. Úgyhogy tényleg próbálom egy kicsit jobb felé találni a dolgokat. Összeteszem, mindig gondolkozom, hogy tudnám megoldani azt a problémát, ami nekem van, mert tényleg szeretném megoldani és végre kidobni azt a videót. De hát ugye kicsit balúsültek el a dolgok, mert például mikor is voltam. Pénteken voltam kint repülni, akkor csináltam ott, ha jól emlékszem, a legutolsó vlogos videót, és
Akkor is olyan rosszul jött ki, mert ugye péntek délután mentem ki este felé, és valami volt a drónnal a fejszem, mert az utolsó esésnél meg egész este 10-ig kerestem a kamerát, nem kaptam meg, akkor visszamentem másnap, valahogy megkaptam. Elment a rakás idő vele, tehát nem úgy volt betervezve, úgy gondoltam, kimegyek le, megcsinálom a videót, hazajövök, megvágom és folytatom a másikat. Troubleshooton, érdekes, azt össze tudtam vágni, gondja nem volt a másikat, mégsem tudom. Tehát na, vannak ilyen ballok, akik, de megesik az ilyesmi. Amit láttam, hogy abból is tetszett egy páratoknak, úgyhogy igen, ott is kéne most upgrade-eljek lassacskán kamerát egy GoPro Session-re, mert ugye annak van SuperView-je, és a SuperView és a normál, ugye széles látószög között orbitálisan nagy a különbség, és orbitálisan másképp is néz ki, sokkal-sokkal jobban, úgyhogy igen, ez is ott is lesznek minőségbeli ugrások, úgyhogy na. Egyelőre még keresem a jóféle Phantom Power-t, ahogy mondják neki ilyen a mikrofonnak, de igazából olyan árban vannak azok a Phantom Power-ek, amiket én néztem, hogy vehetnék egy USB-s stúdió mikrofont annak az árából, és azzal is bőven jól elmennék, úgyhogy még latolgatom az esélyeimet. Azon is gondolkoztam, hogy megválok erről, ettől a Behringertől, eladom olcsó pénzet, és akkor veszek valami jó USB-st. Csupán azért, mert az USB-sel legalább nem lenne olyan gondom, hogy még külön kábel, még külön nem tudom még mi, még, tehát nem lenne annyira túl bonyolítva itt minden, és akkor mégis szépen hangzol, mert láttam egy-két jó megoldást a neten is, ami nekem tetszett speciál. Úgyhogy igen, reméljük, hogy sikerül azt is összehozni. Úgyhogy én őszintén szóval remélem, hogy a héten fogok még kidobni nektek videót, ilyen bemutatót, ha sikerül valahogy megoldanom, hanem az egészet újra kell gondolnom, és meg kell néznem, hogy mit tudok felhasználni, és mit nem. Csak az a baj, hogy annyi apró darabra van szeletelve, hogy most már tényleg nem tudom eldönteni, hogy most mivel van a baja. De hogyha a 8-10%-át rendeli, és hogyha az úgy veszem, hogy az elejétől a végig normálisan, akkor valahol, mit tudom, az 5 és 15. percben valamelyik videó neki nem tetszhet, szerintem. Úgyhogy az próba szerűen onnól kitörlök egy csomó mindent, azt lementek, mit tudom, csinálok egy részmet, és onnól kitörlök, és akkor megpróbálom, és ha túl megy, akkor jó. Csak ez is olyan, hogy most tudjátok, most nem olyan lesz, amilyen én akarok, csak az megint nem jó, úgyhogy nem tudom. Tiszta kacsvasz az egész. És ha nem, megpróbálom Adobe Premiere Pro-ba, csak az a baj, azzal annyira nem boldogulok, mert minden parancs másképp van, stb. Tehát meg tudom vágni benne, csak 6-szor annyi időt vesz fel, még mindent ki kell esgélek, és megoldok, ugye. Meg hát a gép se szereti annyira, mert az egy kicsit úgymond gépigényesebb megoldás. Itt eszembe visszatérve, ugye mondtam, hogy a kicsi laptopomat el kellett vinni szervizben. Na hát a romániai, először úgy kértem, hogy cseréljék ki. Hát a romániai úgymond garancia hozzáállás az vicc konkrétan, mert nem fogadták el. És végül addig ment a herceg úr, hogy elfogadták az ingyenes szervizt, mert hogy azt mondják, hogy ők arra nem vállalhatnak, elméletileg garanciában, és akkor úgy viszont válaszként, hogy álljál meg. Tehát, hogy így, hogy mondjam, az akkumulátor a része, bele van építve, tehát az nem különálló, tehát megértem, hogyha ki lehet venni, vagy valami, de hogyha valamiben bele van építve, akkor az úgymond az eszköz része, tehát nem csinálhatsz olyat, hogy ezt kihagyod belőle. És azt még megérteném, hogyha külön szétment volna, és kérnék egy új akkumulátort, vagy valami. De az, hogy konkrétan használhatatlanná teszi a ki a úgymond a 2001-ben laptopot, meg kinyomja a kijelzőt úgy, hogy betörik minden rajta, és sérül a kijelző, sérül a pláka, sérül minden, tehát úgymond az alaplap meg minden, az nem faja, tehát hogy így most akkor mi van? Tehát ez nem az én hibám, hogy szaret még, értek? Úgyhogy most kíváncsian várom, hogy mi lesz. És azt mondták, hogy ha nem lehet megszervezni, akkor visszatérítik a pénzt. Aminek úgy szintén örvendek, mert akkor megy más egyébre. Úgyhogy, na igen. Ja, az új géppel kapcsolatban már az alaplapra megvan a lóvé, most megy a procira, onnó eddig már nem lesz olyan sok dolog, ugyanis mert kell egy táp és kell egy ház, effektív, meg néhány RAM, azt kész. Ugye mert az SSD-m az átköltözik,
ugye, a gép, ugye, hogy ez a gép csak rendergép lesz, így SSD nem igazán lesz benne, hanem lesz egy másik videó is benne, tehát hozzarakok még egy terrás vinyót, és akkor az úgy tökéletes. Mert nekem nem kell hoz, rövid boot idő, tehát egyszer bekapcsolom, ott meg menjen a falon, vagy ott menjen ott a sarokba. Na, van ideje. Igen, ott nem zavar. Úgyhogy lassacskán gyűlögetnek itt a dolgok. Remélem, hogy minél hamarabb összegyűlik. Nem hozzám el, hogy nem kapok még egy netinkövet. Úgyhogy igen, azzal is haladunk, és ja, mi azt mondhatnék, hogy a gyerekek, ennyi történt így az elmúlt napokban. Nem sok, de ez is valami haladás. Most már úgy érzem, hogy kezdek mindent úgy sínre rakni, mindent úgymond helyre pattintani. Úgyhogy ja. Még valamit akartam, csak nem jut eszembe, hogy mit. És fogadom, megcsinálom a videót, és akkor jut eszembe, hogy még erről is akartam beszélni. Hát, ja, ugye volt egy olyan játék, hogy Black Desert, amit meg kell venni. Hát, azon gondolkozok, hogy nem tudom, hogy melyiket éri meg venni, mert úgy látom, hogy van Steamen is egy verzió, és van külön verzió, tehát olyan, amelyiket a honlaptól töltöd le, és ott veszed meg, és még nem jöttem rá, hogy melyiken vannak a magyarok, ugye, mert azt tudom, hogy a Metinket, és van a Steam-es verzió, meg van a GameForge-os verzió, és nem tudom, hogy melyik a jobb. És nem szeretnék véletlenül is olyan csinálni, hogy megveszem a Steam-est, és akkor véletlenül ott senki sem magyar, mert hát ugye nem, már nem azt használják. Úgyhogy ha esetleg valakinek van infója, akkor dobjam már meg vele, hogy végül is miről van szó. Hogy mind a kettő ugyanaz-e, vagy nem ugyanaz, vagy más, vagy miről, mi a helyzet, mert ugye potyára nem szeretném kidobni a lóvét. Hát reméljük, hogy minden oké is lesz. És főleg abban reménykedem, hogy ugyanaz. Tehát nincsen nagy különbség a kettő között. Az lenne a legfájnabb, hogyha mondja ilyen crossover nagy ára is, meg arra is, meg nem külön szerverek, meg is nem tudja mi. De meglássuk. Valami értékes. Hát, hú, de tele van a raktáron. Itt ma valamit el kell adni. Jó, hogy nem tudtam, mert itt lehet, hogy be se tudnám pakolni ide, amennyi minden van. Na, menjünk most bakrára. Egyedül, amivel nem haladtam, az a Twitch csatorna. Ugye megmondtam, hogy kéne egy layout. Nézegettem, de annyira nem jönnek be, amik vannak, és néztem, hogy hogy csinálják az egyedieket, és gondolkoztam, hogy talán jobb lenne csinálni egy egyedit, de még nem igazán vett rá a lélek, mert elég bonyolultnak tűnik, ugye Photoshopot kell használni, meg minden egyebet, és az ugye kicsit még... Még mondjuk úgy, hogy várok magára. Még mindig szoktam böngészni néha így esténként, hogy milyen skinek, milyen ízek vannak, és mit lehetne összekombinálni, és mi az, ami az én ízlésemnek is megfelel. Reménykedek, hogy rábukkanok egy ideálisra, ami nekem ilyen univerzálisabb lenne, hogy jó a metinhez is, jó a, mit tudom, a Cségóhoz is, jó a nem tudom mihez is. Ugye, hogy tudnám használni YouTube-on is, tudnám használni Twitch-en is. Na, de meglássuk. Egyelőre ennyi lenne már a gyerekek, ez egy rövid bejelentkező videó volt, hogy tudjátok, hogy még élek, mozgok, lélegzek. Köszönöm a figyelmet, nektek kellemes estét, találkozunk a következő videóba. Addig is, sziasztok!